A következő ellenfelünk a Cegléd, amelyik meglehetősen kétarcú csapat. Időnként a pozitívabb vagy erősebb oldalat mutatják, időnként pedig meglephetik őket. Te melyikre számítasz most a hétvégi mérkőzésen? Én úgy gondolom, hogy most inkább mi megpróbálunk saját magunkra koncentrálni egy kicsit jobban, hiszen az utolsó mérkőzésen azért nem azt mutattuk, amit mi valójában is tudunk. Nyilván velük is kell foglalkozni, egyáltalán nem lehet őket félváról venni, hiszen pontosan ez, amit mondta, hogy tényleg vannak olyan mérkőzéseik, amikor tényleg egy Győrt meg tudnak szorongatni, van olyan mérkőzésük, amikor egy gyengébb ellenfél ellen is szoros meccset játszanak, úgyhogy úgy gondolom, hogy semmiképp nem kell őket felvárról venni, nagyon komolyan készülünk mi is erre a mérkőzésre. Nyilván most volt egy kis úgymond pihenőnk, hiszen ezen a héten csak egy mérkőzést játszunk, ez úgy gondolom, hogy sokat jelent, hiszen tudunk lelkileg is és fizikálisan is egy kicsit pihenni, és ezáltal többet edzeni és többet készülni. Igen, és a végén kimondtad, hogy is tudtok végre edzeni, mert mostanában többet játszatok, mint edzetek. Azért ez nagyon számít ebben az időszakban, hogy legyen egy kis összetartás, egy kicsit rendben tartjunk a fejekben, ugye? Igen, mindenképp, hiszen nem volt ugye olyan könnyű hetünk, már mint gondolok itt az előző hétre, amikor ugye sokat utaztunk, kint ragadtunk Törökországba, úgyhogy mindenképp pozitív az, hogy most egy kicsit itthon vagyunk, itthon tudunk edzeni, nyilván most is együtt vagyunk, együtt mozgunk mindenfelé, úgyhogy ez mindenképp pozitív, és tudjuk végre gyakorolni azokat a dolgokat, amiket eddig esetleg nem tudtunk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm.